Sziasztok, ez itt a Green Cottage DIY. Ma egy elalakú kanapét fogunk készíteni, és megnézzük, megéri-e megcsinálni. A hozzávaló alapanyagok egyik legfontosabbja az OSB lap itt van előttünk, ugyanis a felületét OSB lappal burkoljuk, és a váz szerkezete az úgy áll össze, hogy ilyen önhordóként sarkában lécekkel megerősítve készítjük el. Persze ezt ragasszuk is, hogy minél strapabíróbb legyen, és a cél az, hogy egy olyan kanapé készüljön, ami megegyezik nagyjából formailag a gyári verziókkal, csak lényegesen erősebb és strapabíróbb verzió. Első lépés, hogy a megálmodott rajzunkat a valóságba is lássuk, az OSB lapra kell felrajzolnunk a szabás jegyzékét magának a kanapénak. Nekünk itt van a tervrajz, hogy hogy fog ez a kanapé a valóságban kinézni. Ennek függvényében szükségünk van az oldalára és a borító lapokra, amelyet aztán, ahogy mondottam, később a sarkába lécekkel fogunk összefogatni. Szóval első lépés, mérünk, rajzolunk, és aztán pedig kivágjuk ezeket a részeket. Fontos, hogy a méretezésünk legyen pontos, ha lehet használjunk derékszöget, hiszen ezek a méretek fogják megalkotni a kanapénknak a későbbi vázát, legyen pontos. Elkészültünk az OSB lap darabolásával. Némiképp már kivehető a formája, hogy milyen is lesz a kanapénak. Ne tévesztem meg senkit, hogy ilyen alacsony, hiszen erre még ülőlap, szivacs, talpa és minden egyéb kerül, viszont a hátuljának a szöge már látszik, fölül ilyen kis teteje lesz, és nagyjából ez lesz a mérete az egyik részének, a másik az egy hosszabb, hiszen egy elalakú kanapé, úgyhogy elkezdjük fölrögzíteni rá azokat a léceket, ami az egészet majd összetartja. Amit rárögzítünk léceket, azt először is bekenjük ragasztóval, oda tűzzük, majd aztán oda is csavarozzuk, hogy stabil legyen a későbbiekre. Már itt vannak mellettem a leszabott lécek, amelyekkel elkezdjük összeállítani a teljes szerkezetet. A dolgunk az, hogy az oldalelemre szépen fölragasztjuk, fölrögzítsük ide őket különböző helyekre, és ehhez fognak csatlakozni a további darabok. A lécekre faragasztót nyomunk. Szögbelövővel pedig összerögzítjük. Azokon a helyeken, ahol nagy teherbírásra van szükség, a szögbelövőzés helyett egész egyszerűen összecsavarozzuk.
A leszabott darabokból ezúton összeállt a kanapé, így néz ki készen. Arra vár, hogy a kárpítos elvigye, befejezze az utolsó lépéseket rajta, amikor ez megtörtént, akkor meg fogjuk mutatni, hogyan is néz ki. A kész kanapé már felszivacsozva és bekárpítozva, talpakkal és minden egyébbel, és ekkor fogunk egy számvetést csinálni, hogy mennyiből is jött ez ki nekünk. A kész kanapé most már meg is érkezett, visszajött a kárpitostól, és azt hiszem, hogy nagyon sokat javult a kivitele. Talán mondhatnánk, hogy rá se lehet már ismerni, hiszen maga a vászszerkezet megkapta a borítást, a szivacsot és a kárpitozást minden irányból. Úgyhogy láthatóan egy igazán jó képű és formás kanapé lett belőle, és nem mellesleg, ami nagyon fontos, mint ahogy ezt ígértük, igen stabil vászszerkezettel rendelkezik, szóval teljesen biztos, hogy évekig lehet rajta úgy ülni, hogy ezzel gond ne legyen. Olyan szivacsot választottunk bele, amely strapabíró, hosszú távon fogja bírni, és maga a vászszerkezet is pont ilyen, úgyhogy ezért készítettük így el. És akkor lássuk a legfontosabbat, mennyiből is jött ki nekünk ez a kanapé, érdemes-e nekifogni és készíteni egyet. Ha az árát nézzük a kárpitozásnak és a szivacsnak, akkor 290 ezer forint körüli árajánlatot kaptunk, és ennyiet is készítették el. A vászszerkezet nagyságrendileg ilyen 30 ezer forintba került, ez az OSB lap és az azt tartó léc-váz szerkezet árát jelenti, és nagyjából ennyibe is került a mi kanapénk. Azért, ha az ilyes forma méretű kanapék árát megnézzük, akkor a kezdő árak azok itt kezdődnek. De azért van néhány különbség, hiszen nem a legolcsóbb vásznat választottuk, ez egy olyan minőségű anyag, amely akár mosható is, legördülről a víz és minden egyéb szennyeződésnek ellenáll, ilyet azért nem biztos, hogy minden kanapénál megkapunk ezért az összegért, nem beszélve arról, hogy extra masszív, magát ezt a kanapét, ha rátennénk egy ilyen olcsó verzióra, lett az összerogyna alatta, ez viszont teljesen biztos, hogy bírni fogja hosszú távon. A másik a szivacs kérdés. A szivacs árán nagyon sokat lehet spórolni, mert tudunk gyengébb és erősebb minőséget is választani. Mi ebbe az erősebb minőséget választottuk, amely nem fog két hét múlva így behajolni és kiülni, nem tudjuk olyan egyszerűen. Tehát akinek volt már ilyen viszonylag olcsó új kanapé a birtokában, az tudja, hogy hosszú évekig nem fog benne gyönyörködni, mert valami úgyis előveszi és valami baja lesz neki, és ez bizony annak köszönhető, hogy ezeket körülbelül olyan 70 kilós személyekre méretezik, és amikor ettől egy kicsit nehezebb ember ül rá, már is oda az egész, és persze garancia egyáltalán nincs, hiszen azt mondják, túl lett terhelve a kanapé. Nos hát mi nem ilyen 70 kilós kis emberkékre gyártottuk ezt a kanapét, ennek bírnia kell, és olyan minőségű anyagot és olyan minőségű belső részt választottunk bele, amilyet mi akarunk. Úgyhogy nem kaptuk meg olcsóbban, mint a legolcsóbb bolti kanapék, de a minőség szerintem magasan, messze-messze jobb, mint azok. Ennyit szeretünk volna mára mutatni, bármilyen kérdés van, kommentbe tegyétek föl, szívesen válaszolunk, és iratkozzatok fel a csatornánkra, ne felejtsétek el megnyomni a csengőnyomógombot, mert csak akkor jelzi, hogy van új videónk. Sziasztok!